egy Sharp minidisk eladó a dobozza, a készülék, a teljes kézikönyve, felvevő, lejátszó. Ez a készülék körülbelül 20 óránál nem többet, valóban 20 óránál nem többet üzemelt összesen, mivel volt egy másik, és nagyon vigyázva el lett rakva. Viszont most már feleslegessé vált, és el szeretném ez miatt adni. Egy olyan gondom van bennem ez a készülékbe. Az akkumulátora 4 havonta meg lett mozgatva, rá lett töltve, meg lett mozgatva. Viszont a készülék, vagy beraktam a lemezt, lehet látni, hogy próbálja beolvasni a lemezt. És utána kikapcsol, nem tudom, hogy miért. Szóval nem olvassa be a lemezt, kartmentes, teljesen vadonatúj állapotú. Bekapcsolom, megjelenik rajta minden. Pörög a lemez, hogy touch read, utána meg kiírja, hogy count round. Még egyszer, hogy lehessen látni. Touch rod. Pörög a lemez, utána count rod és kikapcsol. Elképzelni nem tudom, hogy mi történhet az vele. Gondolom valami nagyon minimális hibája lehet a készüléknek. Ezek a csatlakoztatások vannak rajta. A hátulján is lehet látni, hogy gyönyörű szép kartmentes állapotú. Szóval akkumulátorával, fejhallgatóval, valamint tiszta új állapotú Sharp távvezérlő szettjével adom. Minden a karcmentes. Viszont ebbe az árba, amiért megkapja a kedves vevő, kap egy olyan készüléket hozzá, ez szintén Sharp, amely felvételre is jó, lejátszásra is jó. Most is megy rajta a lejátszás. Léptetek a számon. Michael Field kérje. Az előadó címét kiírja. Szóval ezzel is felvételt, lejátszást lehet csinálni. Működik szépen a készülék. Valamint adok hozzá egy Sharp töltőt. Egy Sharp 220 voltos töltő.
A felvételen az összes tartozék, amivel adom, látható. Jó vásárlást kívánok hozzá!